Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Az útmutató heti igével advent negyedik vasárnapján szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és szeretettel köszöntöm azokat, akik már régen voltak, de újra látjuk őket. Nagy öröm, hogy Hella itt vagy, közöttünk újra Isten hozott. És Isten hozta mindazokat, akik a képernyőn keresztül követnek bennünket és vesznek részt Isten tiszteletünkön. Utolsó adventi vasárnapunk kezdőjének a 143-as ének, amely egyfajta lendületet is fog jelenteni számunkra karácsony felé. Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újongással, mert jó az Úr. Örökké tart az Úr kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled. Kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot, ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne légy házasságtörő. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Mindezek után helyetekről fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre, itt a templomban és otthonaitokban is. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsájt a megtörő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis. Nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk.
Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Advent negyedik vasárnapján hallgassuk meg az oltár előtti felolvasású rendelt igéket. A levélbeli igét megírva találjuk Pál apostol Filippi beliekhez írott levelének negyedik fejezetében, a negyediktől a hetedik versig, úgy, ahogy egy részben már hallottuk ezt, a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel, semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Úrunk, szentelj meg minket igéddel, a te ígéd igazság. Hallgassuk meg vasárnapunk evangéliumát úgy, amint azt megírva találjuk a János írása szerinti evangélium első fejezetében, a 19. verstől a következőképpen. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsétek az egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Boldogok, akik hallgatják és szívükben megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, valljuk meg hitünket az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szavai szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet. Amen. A gyülekezet helyet foglal, a gyerekeket pedig szeretettel szólítom ide, hogy egy áldással bocsássunk titeket a vasárnapi iskolába, Petrával és Zitával, szolgálattevőitekkel. Szeretettel kérjük a gyerekeket, akik már felmentek, vagy a karzaton vannak, ők is majd csatlakozzanak a vasárnapi iskolához. Bátran le is lehet térdeni, hogyha ez most nektek így esik jól. A mindenható Isten, aki előtt, amikor ő megszületett és világra jött, nem csak a pásztorok és a bölcsek térdepeltek, hanem aki előtt mi is most letérdeplünk, ahogy ti is. Áldjon meg titeket, amikor karácsony ünnepére készültök ennek az évnek az utolsó vasárnapi iskolájában. Zita és Petra, Isten nyissa meg szíveteket ő felé, hogy mindent be tudjatok fogadni, ami ő, és mindent el tudjatok mondani, aki ő. Legyen áldott mai szolgálatotok. Menjetek el békével, az Úr veletek van. Amen. A felnőtt gyülekezet az egyik legszebb advent énekkel készülhet az ige hirdetésre, amely énekeskönyvünk utolsó advent éneke, a 149-es számú ének. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, advent 4. vasárnapjának hadd olvassam föl az ige hirdetési alapigét, amit az első mózesi könyv 21. fejezetének az első versétől a következőképpen olvasunk, láthatunk, olvashatunk és hallhatunk. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogyan megígérte. Sára pedig várandós lett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte el az újszülött fiát,
akit Sára szült neki. Ábrahám egyébként 100 esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára, nevetségessé tett engem az Isten. Ki nevet mindenki, aki csak hallja. És ezt is mondta, ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni. Mert fiút szültem öregkorára. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, valószínűleg drága kollégám Olivér is így van veled, de akik igével szolgáltak valamilyen bibliórán, vagy talán még lelkészek is vannak itt közöttünk, ki tudja. Ugye mindig nagy gond az, hogy megtaláljuk egy igének azt a fogockodóját, azt a nyitó zárát, amivel szólhatunk, és éppen Olivér testvéremmel beszélgettünk, hogy hát én ki is hagytam azt az egy sort, hogy még körül is metélték ezt a Izsákot, hogy adventben hát mit lehet ezzel kezdeni, és hát hogy van, és ha elcsendesedünk Isten előtt, úgy leszünk, mint a vak, illetve pontosabban a színvakság tesztel, hogy hirtelen kirajzolódik az egyes, vagy az A betű, vagy a B betű. Hát én is így voltam ezzel, és ebben az igében azt vettem észre, azt szerjezte az Isten a szívemre, hogy várandóságról kell beszélni, a várakozásban a várandóságról, vagyis így mondom most, hogy adventi várandóság. Ebben a meddőséggel vemhes világgal, meddőséges világot látunk a Bibliában is, hiszen egymás után a testvérek is föl tudnátok sorolni több olyan történetet, amelyikben arról van szó, hogy valakinek nincs gyermeke. És nagyon nagy a probléma. Az üttörténetben és az evangéliumi történetekben tehát gyakran találkozunk meddősséggel, és ennek mély üzenete is van. Népesség szabályozó tudósaink 3 kudarccal kell, hogy számoljanak. Az egyik a civilizált társadalmak tragikus fogyása, a második az úgynevezett harmadik világ béli túlszaporodás, végül a sok-sok orvosi lelemény és csodálatos dolgok ellenére a meddőség és a gyermektelenségnek egy nagyon keserű valósága. Hári Jánosnak tulajdonítják a szólást. Ne segíts Isten, csak csodálkoz! Mai világunkban sokszor úgy hirdetünk meg dolgokat, hogy a lényeges dolgon viszont nem tudunk. Például a meddőségen nem minden esetben tudunk, a sok megoldás ellenére sem. A Sárák következő fogockodó nevetnek. Zavarukban, szégyenükben nevetik a lehetetlen ígéretet. Nevetnek Noé bárkáján, az Ószövetségben nevetnek Illés prófétán, a megváltó názereti Jézust és tövis koronával gúnyolják és nevetnek rajta. Igen, az Ószövetségi Sárák nevetnek, de ez egy nyomot hagy az egész Bibliában. Sokféle nevetés van. A mosolytól a kacagásig. Van lenéző vagy megütköző nevetés, de van gúnyos mosoly és bántó kacagás. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én egy idő óta nem szeretek moziba járni. Miért? Nem csak azért, mert elfogadhatatlan a legtöbb film számomra tartalmilag, hanem megmondom őszintén, a közönség miatt. Annyira mélyen bánt, hogy olyankor nevetnek, amikor éppen el kéne hallgatni, vagy éppen meg kéne hatódni, azért nevet. Nem akartam a erbetű szóval mondani. Hát engem annyira kihozott a egyensúlyomból, hogy hát nem azért jöttem ide, hogy ne értsem a filmet, mert ő nem érti. De egy másik dolog, és nemrég itt egy prédikációhoz vetítettem nektek Gizi néniről, aki egy meddő volt. És akkor elmentek, hogy szereznek egy gyermeket, emlékeztek, pár hete ezelőtt vetítettem, egy hónapja, bevetítettem egy rövid részt Gizi néniről. Gizi néni elment, hogy kiválaszt magának egy gyönyörű, szép, szőke, kékszemű kislányt, és hát mi történt, ahogy megy be az árvaházba, mikor a folyosóra belép, ott kirohan az egyik oldalsó ajtón egy kis cigánygyerek, és megfogja, átölelő, édesanyám, mondja sejpesen. Hát nem tudott mit csinálni, hazavitte. És amikor a több ember előtt készítettem ezt a fölvételt, és amikor a poént elmondja, hogy hát végül is lett nekem szőke kislány helyett egy fekete hajú cigány kisfiúm, akkor valaki
olyan furcsán nevetett, hogy annyira bánt, már megpróbáltam többször kivágni a filmből, de az atmoszférát nem tehetem tönkre, mert hiteltelen lesz. Sára nem egyszerűen mosolygott, hanem nevetett. Sára kacagott! Pont, nem is jól mondtam. Nem egyszerűen mosolygott vagy nevetett, hanem kacagott. Tolultak benne a gondolatok az aggasztján férjéről, különös Istenről, akinek mindig ilyen fölfoghatatlan ötetei vannak az öreggel. Sára gúnyosan kacagott. Ennek hangutánzó nyomai megmaradtak, mert az úr angyala azt mondta a nevetés tagadó meddőnek, hogy nevezd a születendő fiút, és most hadd mondjam héberül, Yitzhak. Yitzhak. Kacaj. Ez átjött a magyarba ez a szó. Yitzhak azt jelenti, hogy kacagás. És még hangutánzó is az egész, úgyhogy minden szülő arra figyel, hogy gyermekének nehogy olyan nevet adjon, amit gúnyolni tudnak az iskolában, vagy az óvodában, vagy az egyetemen. És valahogy ezek a nagy blama volt esténként, mert Sára mama a játszó pajtársak közül hívta vacsorázni. Kacaj, gyere haza, kész a vacsora. Ez hangzott el, héberről gyerekek értették. Igen. Megmarad a nyoma annak, amikor mi, és nem csak a kis Yitzhaknak volt emlékezetes, tehát ez a megszólítás, de a mai keresztény tömegeknek is. Hányszor nevetek? Paplétemre hányszor? Nem vetem komolyan az Isten ígéretét, és aggodalmaskodok. Az aggodalmaskodás is egy kínos feszültség levezetés, olyan, mint a kacagás. A felvilágosodásnak hirdetett, elsötétedett világban egyre inkább elhatalmasodik az egyház gúnyolás, az Isten gúnyolja, a keresztény erkölcsök, életvitelek gúnyos kacajjal fogadása. De térjek rá a második nagy kérdésre, amit van. Nagyon jó a magyar nyelven, hogy terhes helyett mondhatjuk azt, hogy várandós. Szerencsések vagyunk. A várakozás az élet egyik legfontosabb jellemzője, és most nagyon figyeljünk oda erre, hogy az élet nincs várakozás nélkül. Az életre jellemző a várakozás, és ahol a mai ember a technikájával, ne találtan az élelmiszeriparban, belenyúl ebben és tojatja a tyúkokat, valami hormonkezeléssel, meg beleszól abba, hogy hogy érjen, hogy pirosodjon a paradicsom, és leszünk rákosok tőle. Igen. Nem. Az életnek idő kell, ott várni kell. Tanítottam az unokáimat is, számolt meg, hány hétnek kell eltenni, míg a zöld cseresznyéből piros lesz, hogy ehest. És ha türelmetlen vagy, akkor megmérgezed magad. Igen, szeretett testvérek, belebetegszünk ezekben a dolgokban, nem tudunk várni. Samuel Beckettnek ki gimnazisták korunkban már tanultuk, ismerjük ezt az írót, és ismerjük az 1952-ben Párizsban megjelent művét, a Godot-ra várva. Nagyon sok szimbolikus üzenetene van, Gott, németül, a kicsinyítő képző az OT, Istenke. Ma mondhatnám így is karácsony előtt, hogy Jézuska. Vagy inkább azt kéne mondanom, hogy a kisgyermek Isten. Igen, az élet egyik legfontosabb kérdése a várakozást viszi ez a darab szatirikus formában a néző elé, vagy az olvasó elé. Éppen ezért fontos dolog az, hogy a darab egyetlen kelléke egy fa, itt be is vetitek egy képet valamelyik színi előadásról, ami lehet talán az életfa az Édenkertből, vagy a Golgotai keresztfa, vagy a nem sokára bejön itt a nagy karácsonyfa, már izgulunk, meddig fog érni, a Luther által behozott karácsonyfa, vagy sok minden grotex formában jön persze már a karácsonyfánál is, mert vannak már ilyen műanyagfák, meg és így tovább. Nincs érkezés a várakozásra, tegyük hozzá, ha nem a gyermekistent várjuk Adventben. Erika és Józsi még jegyességük idején tisztázták, hogy valószínűleg nem lehet gyermekük, mert Erika veséi felmondták a szolgálatot, és Emi a dialízisre jár. A házasságuk első évében mégis egy lehetetlenség történt,
fölkapta a szakma és a fejét erre, Erika várandós lett. Sőt, itt egy dialízisen készítettem vele éppen a Honvéd kórházban egy felvételt, és elmondta, hogy le akarták beszélni, hogy nehogy egy ilyen súlyos beteg, mint ő, ne várjon semmi jót ettől a várandóságtól, sőt, még a maga élete is kockán forog, mondták neki. De mellé állt Makó János kandidátus, Keresztény orvos, a Keresztény Orvosok Társaságának az egyik tagja, akivel beszélgettem, és elmondta, hogy nem így van. Mellé állt, és amikor készítettem ezt, tényleg mi lett velük? A vidéki városban örömmel láttuk, hogy két gyermek is van, két gyönyörű kis szőke kislány, nem úgy, mindig Izi néninél. És nagyon örültünk neki, hogy beszélgetünk, és éppen már búcsúzkodtunk, amikor az Erika per tangente, vagy hogy mellékesen megjegyzi, hogy hát már nem kell dialízisre se járnom, kaptam vesét. Erika, hát miért nem ezzel kezdte? Hát az a leglényegesebb. Csak mosolygott. És most, hogy erre a prédikációra készültem, hogy eszembe jutott, ez az Erika, ez tudta, hogy a beszédben is kell várakozni. Nem tokostul berontani, és egyből azzal mondani, hogy álljon meg a menet, már nem kell dialízisre járnom. Nem. Megvárta, a végén szelíten mondta. Hát egyből elő kellett újból menni a kamerát, lámpát, mindent. Ezt is fel kellett venni. De menjünk az utolsó pontra. Advent, gyermekvárás. Úgy szeretjük mi dogmatizálni a dolgokat keresztények, hogy mi várjuk a megváltót, mi várjuk a fényt, és mondjuk a dolgokat, nem, gyermeket várunk. És erről is nemrég kellett prédikálnunk, hogy miért lett az Isten ember, és miért lett gyermek. Itt értjük meg tehát ezt igazán. Sokan kacagják ezt a várandóságot, sokan szégyelik, sokakat fölháborít, sokan rá akarnak venni, hogy szakítsuk meg ezt a lelki várakozást. Ne várjunk Isten gyermekre, hanem várjunk inkább Mikulásra, Télapóra, vagy éppen Jézuskára, de nehogy a gyermekélet megváltóra. És elesünk a Biblia legnagyobb üzenetétől. Sok tanítást lehetne tehát elmondani, miért lett Isten gyermeké. De ma csak ez az egy álljon előttünk, hogy legyen az életvitelünk adventi várandóság, adventi Isten gyermekvárás. Népes családunk, mint sokaknál, karácsonykor együtt ül majd az asztalhoz gyerekekkel együtt. Mi 25-en leszünk, nem titkolom. Nagy tisztelet, úrék, olivérek, ti is egyel többen lesznek, ha csak nem jön még valaki a nagyszülők közül. És öröm van abban a, hát bánat van ott, ahol a szomorúság, hogy valaki hiányzik. Múlt karácsonykor még itt ült, hányan élünk ilyet át. De nagy öröm, amikor többen vagyunk. És főleg gyermekekkel vagyunk többen. Nagyon mély üzenete van annak, hogy még nem... A nem konfirmált gyermekeink is ide jöhetnek, mert most úrvacsorát fogunk venni, ide jöhetnek az úr asztalához. Nagyon fontos. Nagyon mély dolog. Nem csak, hogy oda hozzászoktassuk, hogy ne a konfirmációkor nevetgéljenek itt, hogy jaj, de érdekes, itt kell térdelnem, hanem már évek hosszú sora óta édesanyja, édesapa kezét fogva oda térdeltem én is, és kaptam egy áldást. És igenis itt a várakozás. Olivier, hány vita volt már a lelkészek között is, hogy adjunk-e úrvacsorát a konfirmáció előtt? Nagy lelkesedés. Persze, a gyereknek is adunk. Nem. Meg kell várni. Hát az élet várakozás. Várjuk meg azt a pontot, amikor megismerkedett az Úr Jézussal, ne talán 12 évesen, mint a 12 éves Jézus volt ugye a templomban. Fantasztikus, fontos. De már kiskortól neveljük gyermekeinket, unokáinkat, hogy az asztalhoz ülés egyik legnagyobb feladata a várakozás. És ez nem a templomban van, hanem otthon. Meg tudom-e tenni azt, hogy addig nem eszünk, amíg mindenki le nem ült. Egyszerre kezdjük. Várjuk meg, amíg mindenki leül.
egyszerre kezdjük tehát az étkezés. És ez a befejező gondolat. Úrvacsori asztalonkhoz térdelve éljük át azt a türelmes várakozást, ahogyan a mi megváltó, teremtő Istenünk türelmesen várta, míg valahogy besodródunk a templomba, sok kószálás után, csavargás után, a hazaérkezésünket és a megterített asztalhoz ülésünket. Amen. A Jézus a te beszédet kezdetű énekkel válaszoljunk erre a igére. Hallgassa meg a gyülekezet hirdetéseinket. Karácsony ünnepéhez érünk. Köszönetet mondunk templomi fenyőfánkért, Oszfolk román testvérünknek, és köszönjük, hogy Arany József műszaki gondnokunk sok láthatatlan templom körüli munkája mellett minden évben segít a fa felállításában. Isten tiszteletünket követően a vállalkozó szellemű férfi testvérek behozzák a fenyőfát, és a gyerekekkel együtt díszítjük fel. Ma délután 4 órától az új családi kör következő ünnepi alkalma lesz óránkban. Szintén ma délután 5 órától Szentendre főterén meggyújtásra kerül az adventi koszorú 4. gyertyája. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket. A nyugdíjas kör ünnepi ebéddel egybekötött alkalmát hétfőn délelőtt 10 órától tartja a parókián. A karácsonyi fa? Gyülekezetünk munkatársi karácsonyi estéjét kedden este 6 órától lesz templomunkban megtartva, majd gyülekezeti termünkben. Itt is szeretnénk megragadni az alkalmat és hálát adni egyházunk urának, a gyülekezetünkben rendszeresen szolgáló 55 testvérünkért, akik aktív, szívből fakadó munkája teszi élettel telivé, gördülékenyé, gazdaggá, változatossá gyülekezetünk mindennapjait. Jó egy ilyen gyülekezethez tartozni. A 2023. évi bibliai útmutató az iratterjesztésben megvásárolható. Olvassuk minden nap Isten élő igéjét. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2022-es esztendőben egyházfenntartói járulékkal is hozzájárultak gyülekezetünk működéséhez. Gyülekezetünk önfenntartó. A persejpénz és egyéb adományok mellett az egyházfenntartói járulékkal tudjuk biztosítani egyházközségünk hitéletének feltételeit. Buzdítunk mindenkit, hogy aki még idén szeretné támogatni hitéletünket, még megteheti. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Itt szeretnénk jelezni, hogy a rászorulók számára szervezett szokásos gyűjtésünket januárra tervezzük, amikor már kevesebb segítséget kapnak nehéz helyzetű testvéreink. A karácsonyi istentiszteletek rendjét hirdetjük. Szenteste délután 4 órától, december 25-én és 26-án délelőtt 10 órától tartjuk ünnepi istentiszteleteinket. Óév este 6 órára, éjfél előtt 4 órával csendes áhítatra, majd
Új év napján délelőtt 10 órára várjuk a gyülekezetet. Induljunk a templomból, Isten igéjének hallgatásával az ünnepi asztal családunk, barátaink felé. Hirdetésünk minden tárgyát Isten kegyelmébe ajánljuk. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a testvérekkel együtt. Ígéretedet beteljesítő Istenünk, advent végén szívünk már karácsony ünnepe felé hajol. Szükségünk van hitünket megerősítő jelenlétedre, hogy születésed ünnepe hozzád méltó és rólad szóló legyen. Imádkozunk figyelmünkért, időbeosztásunkért, készülődésünk hangsúlyaiért, hogy gyülekezeted ünnepe családunk köré rendeződjön. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, hálát adunk azokért a testvérekért, akik gyülekezetünk javára és a te dicsőségedre szolgálnak. Áld meg kezük munkáját, hogy közösségünk hitélete hozzád méltó lehessen. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, könyörgünk a világ békéjéért. Könyörgünk a keresztény egyházak felelős gondolkodásáért és prófétai szaváért. Adj bátorságot ortodox, katolikus és protestáns egyházaink vezetőinek, hogy evangéliumi megoldásokkal segítsék a háborús felek, nagyhatalmak érdekeinek megváltoztatását. Könyörgünk a hajléktalanokért, a karácsonykor magukra maradt emberekért. Láttasd meg velünk, mi a feladatunk, keresztényi kötelességünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És hallgass meg azt az imádságot, amit tanításod szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindazoktól a testvérektől, akik a közvetítést nézték, elbúcsúzunk. Isten áldása legyen a karácsonyon, karácsony ünnepén. Szeretettel várjuk őket a képernyő elé, de leginkább ide a templomban. Mi pedig úrvacsorára készülve énekeljük el a 309-es számú énekünket, amely egyben